Nem gondoltam, hogy ekkora hír lesz ebből a dologból, de hamar rájöttem, hogy kényes témát érintettem. Ezt a sport, ez az életmódváltás azért szerintem, én úgy érzem, hogy most már elértünk arra a szintre, hogy ez minden család életében egy kényes téma. Tehát szeretné az apuka, anyuka, hogyha a gyermeke stram gyerek lenne, önbizalommal, duzzadóan, sportosan élni életét, és nem azt látja, hogy esetleg bezárkózva, függönyt elhúzva szomorkodna otthon, mert ő nem mer kimenni az utcára, mert bántanak a többiek. Kényes kérdés, nagyon sokan gratuláltak, nagyon sokan mellém álltak. Tapolcán, Veszprémben, Győrben ugyanez a felhívásomra elindult ugyanilyen kezdeményezés, hogy ingyen bérmentve szakedzők várják, edzőtermek, fitnesstermek várják a fiatalokat, akik túlzottan elhízottak, anorexiások vagy önbizalomhiányosak. Tehát ez a téma, azt hiszem, hogy most manapság már egy kényes téma, és ezzel kell foglalkozni, erről kell beszélni. Majdnem minden családban, ha nem is minden családban, nagyon sok családban megtalálható a három közül valamelyik.